Egymás után verik le a cölöpöket a magyar-horvát határon. Itt már napok óta folyik az ideiglenes biztonsági határzár kitűzése, a terep előkészítése és a kerítésoszlopok állítása. A beremendi határátkelő mellett szeptember 21-én megkezdődött a drótvonat kifeszítése is. A Magyar Honvédség azt kapta feladatul, hogy a horvát-magyar határszakaszon gyakorlatilag a Duna nyugati partjától a Dráva határral történő találkozásáig egy ideiglenes biztonsági határzárat építsen ki. A geodétáink kitűzik azt a 10 méteres sávot, amiben a munkát végre kell hajtanunk, és utána a háta mögött látható nagy műszaki gépekkel mi megpróbáljuk ezeket a területeket olyan helyzetbe hozni, hogy azok a terepjáró tehergékocsik számára járhatóvá váljanak, illetve azok a cölöpöző gépek, amelyek a kerítés oszlopokat a talajba döngölik, végig tudjanak haladni, és így az ideiglenes határzár ki fog épülni. Az elvadult növényzettel benőtt védősávban nincs könnyű dolga a földmérőknek. A HM Zrínyi Nonprofit Kft. Szakemberei ezzel a műszerrel mérik ki, hogy hova is kerüljenek a cölöpök, amelyek mellett megépül az ideiglenes biztonsági határzár. A terepet pedig folyamatosan rendezik, hogy a lehető leghamarabb elkészüljön ezen a szakaszon is az ideiglenes biztonsági határzár. Gyakorlatilag egy olyan tolólappal, illetve egy olyan közel 1000 lóerős 12 hengeres dízelmotorral rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy bonyolult talajviszonyok között kötött talajban is gyakorlatilag a munkaterület teljes szélességét, tehát azt az 5 méteres sávot, amivel dolgozunk, szétnyitott tolólappal egyszerre tudja megtakarítani. Mondhatjuk azt, hogy egy menetből képes a munkaterületet kialakítani a mögötte haladó cölöpöző, illetve kerítésépítő eszközök részére. Természetesen azért, hogy a munka minél rövidebb idő alatt kerüljön végrehajtásra, civil eszközök bevonásra kerültek, illetve a társfegyveres testületektől olyan eszközök, amelyek felgyorsíthatják a munkavégzést. Az oszlopokra elsőként a vezető drótok kerülnek fel, három magasságban, egymástól egyenlő távolságra. A lépésben haladó Ural terepjáró platójáról lassan letekeredő drótot katonák vezetik el és rögzítik az oszlopokhoz. Ezután pedig a drótfonatot teszik fel, majd a gyors telepítésű drótakadályt telepítik. Röviden így készül a határzár, amin folyamatosan dolgoznak a honvédek.